Makón és térségében számtalan olyan család él, akik 24 órás felügyeletet igénylő, súlyos fogyatékkal élő gyermekeket nevelnek. Iskoláztatásuk 23. életévükig lehetséges, ezután jelenleg semmilyen intézményi ellátásra nincs esélyük, további életüket otthonukban, leginkább a külvilágtól elszigetelve élik. Farkas Éva Erzsébet, az Angyalsóhaj Alapítvány fővédnöke elmondta, még tavaly az érintett szülők kérését felkarolva egy újabb célt tűztek ki maguk elé, miszerint szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy közös erővel meg lehet teremteni a sérült fiatal felnőttek számára egy olyan házat, amely alkalmas lehet fejlesztő foglalkozások, közösségi rendezvények megtartására. Szeged-Csanád egyházmegye püspökéhez fordultam az alapítvány fővédnökeként azzal a kéréssel, hogy a hosszú évek óta üresen álló egyházi tulajdonban lévő Erzsébet ház ingatlanját bocsássa rendelkezésünkre ennek a célnak a megvalósítására. A tavaly adventi nagyon nagy sikerű és sokakat megérintett sütikóstolót követően kezdtük meg a konkrét tárgyalásokat és egyeztetéseket. Most éppen ennek a jótékonysági napnak köszönhetően ezen a napon kerül aláírásra az a vagyonkezelési szerződés, amelynek köszönhetően az alapítvány vagyonkezelésébe kerül az Erzsébet ház. Makón 1951 óta a Pápai Endre Oktatási Intézmény látja el a hátrányos helyzetű fiatalok nevelését, oktatását egészen a 23. életévükig. Vargáné Szaladós Klára a sajtótájékoztatón kiemelte, az, hogy iskolai kereteken belül eddig az életkorig tudják foglalkoztatni őket, nagyon sokban segíti a szülőket is, azonban a nappali intézményi ellátásból kikerülve elesnek a már megszerzett készségek, képességek tréningjének folytatásától, szinten tartásától. Nagyon örülök annak, hogy a város ilyen szinten fölkarolta ezt az ügyet. Korábban már voltak a várossal nekünk is kapcsolatban hasonló kezdeményezéseink, de ugye a mi esetünkben ugye a kollégiumi részen szerettünk volna kialakítani egy ilyen hasonló napközis jellegű dolgot, de ugye a gyermek otthon itt közbeszólt, de most már mivel hogy kivonultak, tehát majd tovább lehet gondolni nekünk is, hogy milyen feladatot fogunk majd ott esetlegesen megoldani. Berki Józsefné nagyon örülne annak, ha megvalósulna az Erzsébet ház. Fia, Dénes 28 éves, így már rég kikerült az iskolából. Otthon vagyunk kettesbe, vagyis hát a párommal, de társaságban igazán nem tud járni, mert nem igazán érzi otthon magát az egészségesek közé, de a sérültek közé, olyan lógunk a levegőbe, és abba bízunk, hogyha elkészül ez a ház, akkor talán többet tudunk majd kapcsolatot teremteni a vele egykorúakkal és a hasonló problémával küzdőkkel. Én mint szülő is, ő meg mint fiatal. Ennek érdekében az alapítvány április 21-én szombaton jótékonysági napot szervez. Délelőtt 10 órától a Hagymatikum előtti téren egészségszűrésekkel, 11 órától közös mozgással várják a makóiakat és a környékben élőket. Itt futva, gyalogolva és kerékpárral egyaránt lehet teljesíteni az egy vagy kettő körös fürdő körüli távot. A résztvevők sorsoláson vesznek majd részt, amelynek fő nyereménye egy kerékpár lesz. A programhoz csatlakozik Monspart Sarolta világbajnok tájfutó és Sebő Kárpát szenior futó is. A közös bemelegítést, illetve a levezető aerobik edzés Rozsnyai Renáta tartja. 18 órától a Hagymaházban folytatódik a cél támogatása. A jótékonysági gála műsorban fellép a Vox zenekar, a Makói Általános Iskola Bartók Székhely Intézményének Kicsinyek kórusa, az Iris Tánc Klub Makó Sport Egyesület, valamint a Forgatós Tánc Együttes. Az alapítvány ezen az esten adja át a tavalyi év legnagyobb támogatójának, a mecénás díjat. A nap folyamán a helyszíneken kihelyezett adománygyűjtő dobozokban várják a további felajánlásokat az Erzsébet ház javára.